Hello-hello mindenkinek, vagy idézhetném a méltán híres nyers zenekar egyik dalát is. Ezen kívül pedig boldog napszakot mindenkinek. A következő hétvégi szegedi lótusznapok rendezvény előtt még gondoltam egy pici kis videót kitenni. Igaz, hogy el vagyok maradva a videókkal, mindenkitől nagy elnézéseket kérek, de meleg van, sok a munka, az országban nem tudom hányféle veszélyhelyzet van, úgyhogy lassan haladnak a dolgok, de szerintem mindenki tudja. De emellett egy pici ilyen gondolatébresztő, vagy nem tudom, ilyen gondolkodós videót szerettem volna csinálni magáról, a hobbiról, annak a, hát nem ilyen tudományos megnevezése vagy fogalma lenne a téma, hanem a hobbival kapcsolatos gondolatok, hogy honnan indul, hova futhat ki, milyen lehetőségeid vannak, milyen igényeid lehetnek, és milyen információkat hol érsz el, hogy lehet benne fejlődni, anyagilag, etikailag milyen problémákkal vagy terhekkel kell megküzdeni egy hobbival kapcsolatosan. Ez csak olyan saját fejből kiinduló dolog lesz, a saját tapasztalataimból, lehet, hogy találkozik a tieddel, ha nem, akkor itt majd a lenti komment szekcióban ezt meg fogjuk beszélni. Vagy ha személyesen találkozunk, akkor erről ugye vitázhatunk is egy picit. Annyira nagy vitaindító dolgok nem lesznek benne, az én meglátásaim lesznek, egy kicsit szubjektív dolog, remélem pár információval azért felkeltem az érdeklődésedet, vagy máshogy fogsz nézni ezek után a hobbira. Na akkor nézzük is ezt a pár pontot, amit így a fejemben összeszedtem. Először is egyáltalán az embernek miért van igénye bizonyos hobbikra. Bizonyos emberek el vannak hobbi nélkül, a napi rutinjukkal, másoknak pedig ilyen extra dolgokra van szükségük a napi rutinok mellett. Vajon miért lehet ez? Ugye nem vagyunk egyformák, valakinek olyan a beállítottsága, hogy picit kíváncsi természetű, mások meg nem. Ez honnan jöhet egyébként? Ez nincs leírva a genetikába szerintem, hanem ez környezetfüggő. Attól függ, hogy gyerekkorunkban hogy nőttünk fel, mit látunk a szüleinktől, milyen információk és hatások értek bennünket, milyen könyveket olvastunk, milyen baráti körünk volt, a rokonságban volt-e valaki, aki esetleg tényleg foglalkozott bármilyen hobbival, ez most lehet a sporton keresztül, a barkácsolás, növény, állattartás, bármi. Szóval, hogy volt-e valakinek igénye ilyen plusz dolgokra az ismeretségi körünkből, de leginkább szerintem a gyerekkor határozza meg ezt a dolgot, hogy ki mennyire volt érdeklődő és kíváncsi már gyerekkorában is. Én bevallom, én az voltam, mai napig egy kíváncsi embernek tartom magam, nagyon sok minden érdekel, sok minden, hogyha jön szembe egy téma, akkor inkább utána nézek az interneten, hogyha valamit látok mondjuk vagy egy filmben, vagy egy műsorban, vagy egy YouTube videóban, akkor lehet, hogy még este 10-kor átböngészem a netet ezzel kapcsolatosan, mert izgat a téma. Szóval vannak ilyen bekattant őrült emberek is, mint én, de egyébként vannak olyanok, akinek nincs szüksége plusz információkra, nincs szüksége plusz tevékenységre, teljesen jól el van a napi rutinjában, csinálja menetrendszerűen mindig, ami jön, néha egy kis nyaralás, egy kis sörözés a haverokkal, vagy bármi, de ezen kívül neki nem terjed plusz dologra igénye, nincs ezzel semmi baj, nagyon sokan vannak így, és teljesen tartalmas és jó életet tudnak élni. Viszont vannak az olyan kattantak, mint mi, akinek kell egy pici plusz, egy plusz információ, egy plusz tevékenység, hogy az egyik mondjuk a fő tevékenységből egy másik tevékenységbe hát tudja kapcsolni az agyát, mert neki így komfortos. Úgyhogy ezek innen jöhetnek. Személy szerint én nagyon sok milyen természettudományos, kicsit misztikus felfedezős könyvet olvastam kiskoromban,
és a szüleim meg is vették ezeket a könyveket, gondolok itt ugye a Búvár zsebkönyvek sorozat, azokat ugye rongyosra olvastuk, ehhez kapcsolódóan egyébként volt egy úgymond Búvár évkönyv annak idején, én a 86-os, azt hiszem még nekem megvan valahol, és abban már voltak ragadozó növényekről cikkek és képek, ami már engem akkor megfogott, akkor én még általános iskolás voltam, és nem tudtam, hogy én ezzel fogok majd valamikor foglalkozni, de itt hátul a kis agyamban, ha hátul van, jelöl hátul, azt nem tudom, majd ennek is utána nézek nyilván, vagy mihol van, szóval itt a fejemben ezek az információk egyébként jól eltározódtak, elraktározódtak, nagyjából jó is a memóriám, úgyhogy ennek köszönhetően nagyon sok mindenre emlékszek a gyerekkoromból, az olyan dolgokra, amik érdekeltek, és innen jön ennek a szeretete. A másik ilyen könyv Rockenbauer Pálnak az Amiről a térkép mesél című könyv, ami ugye felfedezésekről, érdekességekről szól, inkább ilyen földrajzi dolgokról. Ahonnan nekem ez a túrázós énem jön, szerintem, ez az én megfejtésem, de szerintem mindenkinek vannak ilyen pontok, ilyen kis behatások az életében, már gyerekkorából, amit most így észrevesz magán, hogy hoppá, ez onnan jön talán. Ezek nem nagy megfejtések, egyébként nagyon sok mindenki így működik. Tök jó, hogy ezt esetleg vissza lehet vezetni, és akkor tudod, mire épül. De ugye egyébként még miért van igény az embernek egy külön hobbira? Mert nyilván ugye az egy külön világ, át tudod kapcsolni az agyad, picit mással foglalkozsz, más információkat gyűjtesz össze, és összetalálkozhatsz olyan más ugye őrült emberekkel, mint te, és megjön az az érzésed, hogy nem vagy egyedül a dolgaiddal, valakivel ezeket a plusz dolgokat, ami mondjuk nem megszokott a családban vagy a környezetben, valakivel ki tudod beszélni, és bele tudtok mélyedni ezekbe a témákba. Ugye ezzel egy pici pluszt adunk a saját életünknek, és szerintem nekem legalábbis ez tök jó. Ugye azt szokták mondani, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Van ennek egy hobbira lefordított mondása, hogy ahány hobbid van, annyi ember vagy. Nyilván több területen bele tudod magad ásni, mélyebb dolgokba, információkba, ezért kicsit tágul a látásmódod. Egyébként picit empatikusabb és elfogadóbb leszel más emberekkel, akinek mondjuk még extrémebb vagy durvább hobbija van, mint a tied. Ez teljesen jól megfér mindenhol egymás mellett, ha mondjuk nem bántjátok egymást, nem nézitek le egymást valamiért ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy szerintem ez az esetek többségében egy pozitív dolog lehet. Hogy az emberek hogyan kezdenek el egy hobbit, az sem egyforma dolog egyébként a kezdés. Legtöbben ugye a barátok, rokonok, ismerősök behatására kezdenek el foglalkozni valamivel. Lehet, hogy kapnak egy házi állatot, egy tárgyat, vagy egy növényt, vagy bármit, hogy elviszik őket valahová, akár sportterületén, vagy mondjuk túrázni, és akkor ugye belelát ennek a plusz tevékenységnek a közepébe, és mondjuk megtetszik neki. Ugye ez a általánosan megszokott verzió, hogy valaki hogy kerül bele egy bizonyos érdeklődési körbe. A másik pedig például manapság az impulzus vásárlás, ami azt jelenti, hogy bemész egy kertészetbe, egy áruházba, vagy bárhová, meglátsz egy új dolgot, ami első látásra téged érdekel, vagy fura, vagy bizarr, és akkor azt megvásárolod, hazaviszed, és utána kezdődik a hobbi része. Ugye itt két részre oszlik, vagy két út megy tovább, mint a párhuzamos univerzumokban. Az egyik az, hogy hazaviszed, és utána nem foglalkozol vele. Elpusztul, összetörik, kész, porfogó lesz belőle. Ez az egyik. A második lehetőség, hogy hazaviszed, aztán utána mész az információnak, mert többet akarsz tudni erről a dologról, mondjuk egy háziállat, vagy növény esetében életben akarod tartani, nagy isten szaporítani, vagy különlegesebb változatokat belőle, még drágábbat, extrémebbet. Erre is sok embernek van igénye. Így indul el ez a dolog.
Nyilván mi, amivel találkozunk a rendezvényeken, az, hogy általában Vénusz légcsapót vesznek az emberek. Ma már nagyon könnyen elérhető bármilyen kertészeti áruházban, barkácsáruházban, de nagyobb hipermarketekben vagy szupermarketekben is pár tárca növényt kiraknak, és akkor nyilván abból lehet válogatni, vásárolni. És nagyon sokaknak így lesz meg az első növénye. Viszont az információt vagy nem kap hozzá egyáltalán, vagy rosszat kap, vagy fél információt kap róla, és rossz irányba indulhat el. Ugye szomorú dolog, de a Vénusz légcsapók nagy százalékban ugye az első nekifutása elpusztulnak, éppen ezért az információ hiány miatt. Mi próbáljuk ezt valahogy kiküszöbölni, ugye ez, ahogy Kálmánnal szoktunk a cserepesagadozós kollégával, hogy megyünk és szórjuk az igét, mint hogyha valami hittérítők lennénk, mi csak az információt szórjuk. Szeretnénk azt elérni, hogy ha már megvetted a növényedet, ami manapság nem is olyan olcsó, akkor a lehető legtöbb ideig jó kondícióban megtartsd, és szépen növekedjen. Úgyhogy nekünk ez a célunk, és ugye alapból ez az impulzus vásárlásból indul ki a legtöbb esetben. Nagyon ritka az, amikor valaki céltudatosan kezd el egy hobbit művelni, amikor utána jár, átolvas, megkeres embereket, utána néz, videókat néz, és mikor már minden információ a birtokában van, akkor veszi meg az első növényét, háziállatát, vagy modellvasútját, vagy bármi, vagy az első túracipőt, és megy el túrázni. Ez ritka, szerintem. Van rá példa, nyilván, de ez ritka. Általában ott van erre példa, akinek már volt egy-két hobbija, és úgy ahhoz kapcsolódóan készül fel egy új hobbira, ott szerintem inkább előfordul ez, mint egy 0 kilométeres első hobbinál. Szóval, hogyha impulzus vásárlás eredményeként megvetted mondjuk az első növényedet, akkor úgy viszed haza, hogy fogalmad nincs róla, hogy az otthoni környezeted az jó lesz majd annak a növénynek. Ugye, hát Magyarország egy pici ország, ugye időjárás tekintetében is, ilyen, hát ilyen mikrorégiós eltérések vannak, vagy egyébként a tájegységekből adódóan, de nyilván nem ugyanaz a helyzet, mint mondjuk Amerikában, hogy nagyon szélsőséges időjárási zónák is előfordulnak, hanem Magyarországon nagyjából egységében kezeljük ezt a makrokörnyezetet, amiben élünk, viszont mikrokörnyezeti szinten, ugye helyi kis városod, vagy akár csak a kerted, vagy házad szintjén is vannak eltérések, és ezt figyelembe kell venni. Általában, amikor az emberek mondjuk növényezős hobbiba vágnak bele, az a legtöbb esetben trópusi növényről szól. Ugye én azt szoktam mondani, hogy az evolúció az még kifejezetten nem találta fel a szobanövényt, hanem vannak olyan trópusi növények, amelyek elviselik a lakásban való tartást is, a lakás körülményeit. Így amikor megveszel egy trópusi növényt, akkor nem tudod, hogy télen mondjuk milyen mennyiségű fény kell neki, vagy milyen hőmérséklet, arra hagyatkozol, hogy a lakásban van annyi, amennyi, és az majd valószínű jó lesz neki. Nyilván ezt az információ hiányt, ami egy vásárlásnál, ilyen élményvásárlásnál adódik, ezt nagyon jól kihasználja egy csomó szegmense mondjuk a kertészeti iparnak. Legjobb példa erre az orchidea szegmens, ahol arra alapoznak egyébként, hogy ha hazaviszed a növényt és elvirágzik, nem tudod újra virágzásra bírni, ki fog száradni, el fog száradni, maximum csak levelei maradnak, és utána meg fogod unni, kidobod és veszel egy másikat, vagy kapsz egy másikat, egyébként ajándékozásba is az orchidea szerintem magasan a vezető élő növényekhez tartozik. Úgyhogy ugyanez a helyzet egyébként a Vénusz légcsapóval, ugye a kertészetekben, főleg Hollandiában ugye millió számra állítják elő, éppen ezért, mert ugye az első szezon nem biztos, hogy túléli nagy százalékban, és ugye következő jövőben ugye csak megpróbálkozol majd másikkal, hogyha nincs elég információt. És ugye ez a probléma vele, hogy hazaviszed, és nem tudod, hogy mit kell vele kezdeni mondjuk a téli időszakban. Sokan azt hiszik még mindig, hogy a
Vénusz tétcsapó az egy trópusi növény, és milyen jól el lesz majd a szobában, egy ablakban, de nem. Ugyanígy egyébként a trópusi növényeknek se fog megfelelni a téli szobai körülmény mindegyiknek, mert nem úgy fog fejlődni, nem lesz olyan szép, nem lesznek meg a fajra jellemző tipikus vonásai, hogyha nem biztosítod ezeket a feltételeket. Így a környezeti körülmények kapcsán nyilván ugye utána nézel, hogy mik a növénynek az igényei, és neked mik a lehetőségeid otthon. Ha kertes házban laksz, az megint más környezeti körülmény és adottság, mint ha panel házban laksz, mondjuk a 6. emeleten, ráadásul erkély nélkül. Nem ugyanaz a kettő szituáció, ezt általában figyelembe kellene venni, amikor növénytípusokat választasz, de mondom, itt mindig az információszerzés az utána következik, miután megvásároltad a növényt. A lakóhelyed biztosít bizonyos lehetőségeket, viszont bizonyos korlátokat is állít a növénytartás tekintetében. Mint ahogy mondtam, ugye a panelben nem igazán tudsz esővizet gyűjteni, ami szükséges ezeknek a növényeknek, viszont van rá megoldás, ami költséges. Ugye a kertes háznál ott sokkal több lehetőséged van, mert ugyanúgy tarthatsz trópusit is, amit majd a lakásba beviszel télen, viszont mérsékeltővéket is, és akár egész szezonban, ha nincs kemény tél, esővizet tudsz használni. Úgyhogy a lehetőségeket és a korlátokat nagyjából ismerni kell, ezt pedig mi el szoktuk neked magyarázni, vagy el tudjuk neked magyarázni, akár a fórumon, weboldalon keresztül, vagy hogyha élőben találkozunk. És ha már itt az információkról van szó, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy végül is kitől fogadj el információt. Nyilván az lenne az ideális, hogy a szomszéd utcában lévő hasonló hobbival rendelkező, vagy hasonló hobbit működtető kollega vagy szaktárs mondja meg neked, hogy mit, hogy kell csinálnod neked egy utcával arrébb. Erre nagyon kicsi az esély. Nyilván városon belül akad, akinek lesz ugyanaz a típusú növénye, vagy az a növény családja, de ez ritka eset. A Facebookos csoport elejét, hogyha nézed, ott van egy ilyen lista vagy szavazásnak hívott dolog, hogy ki melyik megyéből jött a csoportba. Itt nagyon jól rá tudsz keresni arra, akik a te megyédben laknak, és lakóhely szerint akár a szomszéd települést tudsz egy társat találni, akivel át tudod beszélni esetleg a tartási körülményeket nálam, mi működik nálad, mi nem működik, és meg tudjátok beszélni. Valamint nálunk vannak olyan régi motorosok, akik lassan már 20 éve művelik ezt a hobbit. Nagyon sok mindent láttunk, nagyon sok mindent hallottunk, sok kudarcot is láttunk egyébként, nagyon sok jó példát láttunk, és ezek alapján próbálunk releváns információt adni neked, ha tudjuk, hogy az ország melyik részén élsz, milyen növényekkel foglalkozol, milyenek a mikrokörnyezeti körülményeid. Bátran küldjetek kérdéseket, viszont azt szeretném kérni, hogy legalább egy fotót vagy egy kis leírást küldjetek arról, hogy az ország melyik területén laktok, milyen lakókörnyezetben, mik az adottságok, mik a körülmények, mert annál pontosabb információt fogunk majd tudni adni. Egy olyan mondat, egy olyan kérdés, hogy sárgul a Vénusz tétcsapónk csapdája, segítsetek, mi lehet a baj. Ezzel nem nagyon vagyunk előrébb, itt 3 mondatos panelválaszokat tudunk adni, mert nem látjuk a részleteket. Úgyhogy küldjetek kérdéseket a maron@maron.hu e-mail címre, és általában majd ezeket a kérdezfelelek videóban meg fogom válaszolni, aminek jön lassan a következő része is. És akkor a tanácsokról még annyit, hogy például én itt az Alföld közepén, ahol meleg az időjárás, nyáron szárazság van, valamikor még őszig elhúzódik ez a dolog, tavasszal belvizek vannak. Én innen csak ezt az információt tudnám adni, hogyha nem lenne ilyen sok évre visszamenőleg máshonnan is információ. De egy hasonlóan kezdőtől, aki egy más környezetben él, mint te, nem biztos, hogy jó információt fogsz kapni, hanem csak olyat, ami nála működik.
nem biztos, hogy nálad fog működni, ha te mondjuk az északi középhegység egy eldugott, a nagyjából árnyékos völgyében laksz, egy kis faluban, ott nem ugyanaz fog működni helyek közel, mint mondjuk egy szegedi külvárosi ilyen tanya vagy kertes házi részen, mert tök mások a viszonyok. Hát itt figyelembe kellene venni ugye a benapozást, hogy milyen tájolású maga a telked vagy az épületed, milyenek a páraviszonyok, milyenek az eső vagy a csapadék viszonyok egész évre vonatkozólag, úgyhogy nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Próbálunk egyébként mindenkinek úgymond személyre szabott információt leszállítani, és mondom, keresétek egymást, akik hasonló környezetben vagy hasonló tájegységen éltek. Ugye információ adás vételére nagyon nagy segítség manapság a közösségi média. Bármilyen információ elérhető, bármilyen csoport vagy weboldal elérhető, akár külföldi fórumok vagy chat ablakok is elérhetők. Nagyon sok jó példát lehet egyébként látni külföldi csoportokban, mert ott rengeteg képet raknak fel. Külföldi chat szobákban is mennek nagyon a beküldött képek, arra a válaszok, kérdések, úgyhogy lehet ezt követni. Kapcsolatban lehet kerülni egyébként külföldi ilyen ragadozó növény tartókkal, vagy termesztőkkel, meg forgalmazókkal is az interneten keresztül. Nagyon sok információt meg is osztanak, sőt látod, hogy náluk mi működik, mi nem működik. Egyébként tök jó azt látni, hogy például egy svájci ismerős milyen könnyen tudja fejleszteni az ő saját kis növényházát, hogy tudja kitolni a határokat, akár egy pici kis telken, egy majdnem kvázi társasházi részen, és szomorú azt látni, hogy itthon meg milyen nehezen megy ez a dolog. Nyilván ennek a nagy része ugye anyagi vonzató, viszont gondolkodásról is lehet egyébként sok mindent ellesni külföldről, vagy más emberektől. Egyébként itthon is jól látni, hogy vannak innovatív és kísérletező emberek, akár a talajok tekintetében, vagy a ültető közegek tekintetében, a keverékek egyéb dolgok felhasználásában, vagy kreatívak bizonyos öntözési rendszer megoldásokban, automatizálásban, vagy a szaporítási módokban, vagy a növények kondíció növelésében nagyon jó eredményeket érnek el. Vannak nyilván publikus információk, vannak olyanok, amiket visszatartanak a kollégák, hát ez ugye egyén függő, de általában a legtöbb információ és újdonság az kikerül az oldalakra, vagy csoportokra. Ugyanez van külföldön is, hogy nagyon sok okos és jó megoldást megmutatnak a hobbitársak egymásnak. Viszont én látom egyébként ugyanazokat a problémákat külföldön is, mint ami itthon van, és nem csak a Facebookon keresztül, hanem más fórumon, például Redditen keresztül, mert ott is van ilyen növényes szegmens, és ott is ugyanazok a problémák jönnek elő a kezdőtartóknál is, sőt már ugye az úgymond haladóknál is, mint itt nálunk Magyarországon, szóval nagyjából ugyanaz történik mindenhol, csak utána kell járni az információnak, úgyhogy én erre sarkalok mindenkit. Amiről még szeretnék beszélni, az a hobbi állat vagy növénytartásnak úgymond az etikai vagy lelki része, ugyanis élőlényekkel dolgozunk. És itt fennáll annak a veszélye, hogyha nem jó információd van, vagy kevés az információd, akkor az az állat, vagy az a növény elpusztul. Ez benne van a pakliban, ezzel tisztában kell lenni. Egyébként még akkor is, hogyha nagyon jó tartási körülményeket biztosítasz, mindent tudsz az adott állatról vagy növényről, akkor is egy idő után el fog pusztulni, mert ugye elgyengül, előregszik, nyilván ugye kutyánál, macskánál tudjuk, hogy nagyjából hány évet bír ki egy-egy háziállat. Ugyanez megvan a növényeknél is. Vannak ugye egy szezonos növények, egy nyári növények, van amelyik két nyári, és valamelyik évelő, és ott már csak tényleg attól függ, hogy mennyire bánsz vele jól, és annak a függvénye, hogy hány évet fog kibírni.
Most mondok egy adatot, a Vénusz légcsapót, hogyha nagyon jól tartod, és minden évben megvan ez a pihenési ciklusa, akkor ilyen 12-15 év körüli tartomány, amit ugye kibír egy tő. Nyilván oszlódik, szaporodik, virágzik, hogyha hagyod, de a maga az alaptő az ennyit tud kibírni. Nyilván nagyon sokan nem jutnak el a második évig sem. Úgyhogy ezt tudjuk, benne van a pakliban, ezért próbáljuk az információt szórni, mint az igét, de ezzel tisztában kell lenned, amikor hozzáfogsz egy ilyen hobbihoz, ahol élőlénnyel foglalkozol, hogy igenis lesznek veszteségek. Nyilván az állatoknál ez máshogy csapódik le, ugye lelkileg, mert ott bensőségesebb viszonyt tudsz ápolni azzal a kis állattal. Valaki a növénnyel is ugyanígy van, valaki ugye beszél a növényekhez, hogy esetleg énekel neki, szóval vannak ilyen úgymond kattantabb emberek, de ezzel sincs semmi gond, ez ugye nyugtatja az ember lelkét, de fel kell erre készülni, hogy igenis el fog pusztulni az a növény vagy állat, amit elkezdesz tartani. És utoljára hagytam egyébként ennél is kényesebb sok embernek ugye az anyagi része a hobbinak. Én azt látom, hogy mindenki úgy indul el egy hobbival, hogy nem teljesen felkészülve. Ugye egy az, hogy információ tekintetében nagyon alacsony szintről, berendezések, eszközök, vagy hely, vagy bármi ilyen tekintetében sem túl magas szintről indul el egy hobbi az elején. Nagyon ritka az, amikor valaki úgy indul el egy hobbiban, hogy már minden információ és minden eszköze megvan, és akkor veszi már meg ugye vagy a növényt, vagy az állatot. De nyilván ez nagyon kevés. Szóval igen, minden hobbi pénzigényes, minden hobbi időigényes. Ezt a kettőt nyilván bele kell rakni, hogy egy bizonyos szinten művelj egy hobbit. Vannak drágább hobbik, vannak úgymond olcsóbb hobbik, de a pénz az pénz. Ez még akkor problémás, hogyha mondjuk te még iskolás vagy, és nincs saját jövedelmed, esetleg van zseppénz, amit anyuék vagy apuék adnak, vagy mamáiktól kapsz, és akkor el tudod dönteni, hogy mire költsd, akár milyen technikai tárgyakra, vagy egy hobbira. Amikor már mondjuk középiskolás vagy, akkor már egy fokkal könnyebb, mert mondjuk 16 éves kortól el tudsz menni diák szövetkezeten keresztül dolgozni, és akkor a nyári időszakban egy kis zsebpénzt tudsz gyűjteni, vagy egyébként lehet idény munkára jelentkezni mondjuk a helyi mezőgazdasági vállalkozóknál. Ez már annyira nem divat szerintem manapság, de van az a réteg, akinek erre is van igénye. Én amikor általános iskolás voltam, akkor én nyáron dinnyeföldön dolgoztam, hordtuk olyan nagy kosarakban az óriási dinnyéket, pakoltuk autóra és vitték el. Én abból a nyári munkámból vettem meg az első akváriumot például iskola kezdés előtt. Középiskolában, amikor voltam, akkor pedig nyári munkán mindenféle mezőgazdasági munkákat végeztünk, például uborkát termesztettünk, és abból például felöltözködtünk az őszi iskola kezdésre, úgyhogy voltak ilyenek. Úgyhogy manapság ugye nyilván más munkák vannak, lehet fesztiválra menni, ilyen staffként dolgozni, vendéglátóiparba is fogadnak már akár 16 éves kortól gyerekeket bármilyen cégnél irodai adminisztratív munkára, vagy hipermarketek árufeltöltése, multicégek is ilyen apró cseprő kiegészítő munkára, pár ezer forintos óra díjért mehettek dolgozni, úgyhogy ma már ez sem egy utolsó. Viszont ha elkezditek ezt a hobbit, vagy bármelyiket, akkor előbb-utóbb ugye állatoknál, növényeknél előszokott az jön, hogy mondjuk szaporodnak, és akkor a szaporulatot el lehet adni, vagy el lehet cserélni egy másikra, különlegesebbre, és ebből vagy pénzed van, vagy egyéb élményed, vagy nő az állományod, de itt nálunk is egyébként a bőrzés csoportba, a Facebookos bőrzés csoportba nyugodtan berakhatod a plusz eladása vagy cserére szánt növényed, és vagy egy kis plusz pénzt tudsz vele szerezni magadnak, vagy exkluzívabb növényeket.
Nagyjából ezt szedtem most így össze itt a hobbi tekintetében, ezt a pár pontot így gyorsan, itt a nyári nagy melegben. Most már így kezdenek itt a lámpák melegíteni, úgyhogy most már jó idő lesz. Rövidebbre terveztem ezt a videót, de látom, hogy nem lesz ez olyan rövid. Nyilván ezt a témát sokáig lehetne boncolni, meg beszélgetni róla. Hogyha bármely olyan részével nem értetek egyet, vagy más gondolatotok van, mint ami itt a videóban elhangzott, akkor lent a komment szekcióban nyugodtan írjatok, kérdezzetek, vagy fűzzetek hozzá bármilyen információt, vagy gondolatot ehhez az egészhez. És várunk benneteket most 27-28-án Szegeden, a Lotus napokon, ott élőben erről tudunk beszélni, vagy más egyéb dolgokról, problémákról, vagy érdekességekről. Egyébként hobbi tekintetében, valamint az élet más részére kiterjesztve, és egy örök klasszikussá vált mondatot idéznék, legyetek bátorak. Sziasztok!